A sargentini jelentés egyértelműen a bevándorláspárti külföldiek támadása Magyarország szuverenitásával szemben, fogalmazott Oronyán Sándor. Hozzátette, azért támadják hazánkat, mert megvédjük a határainkat, és nem kívánunk bevándorló országgá válni. A jelentés már lezárt ügyeket és valótlanságokat tartalmaz, amit az Európa Parlament ráadásul szabálytalanul fogadott el, hangsúlyozta. A Fidesz EGRI szervezetének alelnöke utalt arra, hogy az országgyűlés válaszul kedden elfogadott egy határozatot, amiben kiáll a határvédelem mellett is elutasítja a sargentini jelentést. A Heves megyei jobbikos és MSZP-s politikusok azonban nem szavazták meg a határozatot, ezzel a bevándorlás pártiak oldalára álltak, tette hozzá Oronyán Sándor. Nagyon szomorú vagyok, hogy a Heves megyei ellenzéki képviselők, név szerint Mirkóczki Ádám, Schneider Tamás és Korózs Najos, a Jobbik és az MSZP képviselői egyaránt nemet mondtak erre a határozatra, ezzel elárulták az egri és a magyarországi emberek azon szándékát, hogy megvédjük a határainkat a bevándorlástól, és ismét a bevándorláspártiak mellé álltak. Oronyán Sándor hangsúlyozta, a szavazás jó alkalom lett volna arra, hogy Magyarország mellé álljanak az ellenzékiek is. Ők azonban inkább a bevándorláspárti külföldiek spekulánsok érdekeit tartották szem előtt.